Hello mindenkinek, sziasztok, Sáckén Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóval. És most ebben a videóban nem más lesz, mint Spongyobot fogjuk megint megkeresni a Minecraftban. Ugyanis eléggé régen találkoztunk már vele, és amikor utoljára találkoztunk, akkor azért, ja, úgy eléggé jó viszonyba távoztunk el. Szóval gondoltam, hogy akkor megint meglátogatom, és hát ha történt vele valami izgalmas, vagy bármi, és akkor ezt ki fogjuk szépen deríteni. Viszont a videó elején ezt szeretném ugye nektek mondani, ezt már nagyon-nagyon sokszor elmondtam, de még azért elmondom, hogy vannak PGT-tanés termékek, a leírás első sorában megtaláltok a linket, ha esetleg akartok venni, akkor nyugodtan vegyetek, szépen megkérlek rá titeket, és ja, három termék vásárlása esetén kaptok egy ajándékul is tartót. Nos, de akkor induljunk is el, és keressük meg kedves mondja a barátunkat, és nézzük meg, hogy mi történt vele az elmúlt idők alatt, hát ha történt valami olyan dolog, ami esetleg, nem tudom, meglepő vagy bármi. Itt van, hogy Patriknak is a háza, azért nem tudom, hogy itt is körbenéznék, de most ilyen dolgokra nincsen időnk. És itt van Tunyacsápnak is a háza, azért ez eléggé bedesszűvel néz ki. Mondjuk azért most benéznék Tunyacsáphoz, de mindegy, hanyagoljuk, most mi Spongyobhoz jöttünk, szóval öt fogjuk most megnézni, a postaládájában van valami? Hát tele van számlákkal, meg csekkekkel, egy jó ideje nem fizetett be semmit, na mindegy, érdekes, jó, mindegy. Hello, vagy nem tudom, most így kopognom kéne, vagy mindegy, szerintem csak bemehetek, azért ennyire azért már talán vagyunk jó haverságban. Hello, Spongyobob, jó, mindegy, szerintem lehet, hogy alszik, vagy nincs itt, na mindegy, nézzünk körbe szerintem akkor. Hát ha nem, itt nincsen. Na jó, mindegy. Nézzük meg akkor az emeleten, talán arra lesz, és talán ott meg fogjuk találni. Amúgy itt egy mi ez? Itt egy vér. Ez nem tudom, hogy direkt van-e itt, de aha. Aha, talán itt lesz lent. Lehet, hogy itt lesz lent. Nem azért mondom, de ennek a helynek biztos, hogy itt kellett volna lennie. Na mindegy, itt van valami, még egy piros gyapjú. Megnézzük, hogy talán, jó, azt hittem, hogy itt lesz Spongyobob, azért megijedtem volna. Végzetes tör, a végzetes tör, élesség 4, erő 100, az igen, azért vannak itt komoly cuccok, srácok. Nem tudom, hogy ez hogy került ide, de köszi, biztos, nem tudom, kedvességből itt hagyta nekem Spongyobob, vagy lehet, hogy valami, nem tudom, rejtett kincs. Na mindegy, nézzünk akkor, gyorsan menjünk vissza, szerintem itt már több cucc nincsen, ugye? Ja, ahogy látom, itt nem nagyon van több cucc, akkor gyors, szépen menjünk vissza, és keressük akkor meg, hogy merre van ez a... Mi a... Ez hogy került ide? Jó, hanyagoljuk. 10 perc méreg, nagyszerű. Jó, mindegy, menjünk tovább, nézzük át a emeletet, hogy hogyan került ide. Lehet, hogy az ideig is ott volt, csak nem vettem észre. Legalábbis nagyon remélem, hogy nem halucinálok, vagy hát mindegy, hagyjuk, jó? Nem keressük ebben az értelmet, mert általában nem sok értelmes dolgot, vagy nem sok magyarázatot szoktunk találni az ilyen dolgokra. Jó, hát nézzünk fel az emeletre, mert itt nem nagyon találtam semmit, semmiféle gyanús, érdekes dolgot, de ahogy látom, igen, itt van chest. Na, nézzük meg, hogy ebbe a chestbe, ó, egy könyv, meg egy diaszet. Na, királyság, legalább van egy szettünk. Nos, akkor ebbe a könyvbe talán lesz valami magyarázat. Na nézzük, ha meg akarod menteni a barátod, akkor keresd a következőt. Óriás épület, sárga tető. Sok sikert, kalandor. What? Mi az? Na várjatok. Óriás épület, sárga tető. Hol van itt óriási nagy épület és sárga tető? Na várjatok. És ez most azt jelenti, hogy most Spongyobob el lett rabolva? Az komoly. Jó, mindegy. Aha, oké, értem. Hagyjad már! Hagyj! Ez ki csinálja? Ez ki csinálja? Ez mi? Jó, megpróbálom. Jó, ez így nem lesz jó. Menjünk vissza, szerintem inkább a házba, inkább menjünk vissza, ez így nagyon nem lesz jó. Jó, kell keresni egy sárga tetejű óriási nagy épületet. Van egy tippem, amúgy ott láttam valamit, annak a, nem a teteje sárga, annak a teteje ott sárga. Lehet, hogy, jól láttam, hogy volt bennem valami? Mit ugye valami, nem, ez mi volt? Ez egy ki, ez nem tudom, hogy mi, jó, nem akarok erről tudni semmit inkább. Kettő darab épületet látok, srácok, ahol esetleg lehet, az egyik az az, a másik az az. Először elnézek talán ebbe,
Hát, ha erről szól, de az épületet nagyobbnak tűnik. Na mindegy, benézek ebbe, vagy ha esetleg egyáltalán ebbe be lehet menni. Mondjuk nem tudom, aha, be lehet menni azért. Hát ez így üres, jó, oké, szerintem nem ez lesz az, jó, mindegy. Hagyjuk, akkor menjünk a nagy, mi az, kilátótorony, aha. Ez a puffasszonynak lesz a vezetőiskolája, nem? Ott szokott azt hiszem, hogy ilyen lenni, hogyha mi... Minden igaz, ez mi volt? Kezdek szerintem, srácok, nagyon félni. Ez nem tűnik túl átlagos dolognak. Puff asszony hajós iskolája. Tandi, $1000 per hó. Ki követ engem? Hallod, legalább fedd fel magadat, mert ez így nagyon nem vicces. Puff asszony hajós iskolája. Tandi, $1000. Srácok, azért jó sok pénzt elkér Puff asszony, mindig. Nézzünk be ide a... alapból az ilyen épületbe, talán itt valaki... itt ilyenkor is tanulnak az emberek? Vagy nem tudom, így eléggé vicces, na mindegy. Jó, hagyjuk, szerintem én inkább innen kimegyek. Oké, fel kéne menni ebbe a kilátótoronyba. És akkor megnézni, hogy talán itt van-e esetleg... Spongyabob, mi ez a chest? Ez a chest üres. Jó, és eltűnt, oké. Értem, mindegy, menjünk szépen fel akkor. És nézzük meg, hogy itt lesz-e vajon, de közben nagyon-nagyon villámoznak, nem nagyon akarják, hogy ide menjek, és le is löktek, nagyszerű. Jó, menjünk vissza, nem fogsz tudni kijárni az eszemen, kedves, ne! Most ez komoly? Ez... na jó, várj, Ki túljárnak az eszemen? Na várjatok, gyors megoldjuk itt a dolgokat, létre. De már! Béna vagyok! Várjatok, van egy darab blokkom, ezt gyors visszarakom. Kiégek, nem tudok feljutni egy lépcsőn. Nem tudok feljutni normálisan egy lépcsőn, jó? Ennyi, easy, jó, menjünk szépen. Mindjárt fenn vagyunk, szerintem. Most hát csak tudunk itt valami dolgot találni. Nagyon remélem, hogy itt fogjuk találni akkor Spongyabobot, amit... Aha! Itt van Spongyabob. Hello, Spongyabob! Hello, szia! Hello, üdv! Amúgy, srácok? Megfeledkeztem egy dologról, nem hoztam csákányt. Spongyabob, hello, figyelj, van egy kis gond. Csákányt nem hoztam magammal, de figyelj, orvosolom majd a gondokat. Hogy kerültél amúgy ide? Vagy mi történt veled? Le tudod esetleg írni mondjuk már, hogy látom, nagyba írsz. Hé, szia, mit keresel itt, és hogy jutottál ide? Hát találtam egy könyvet a házadban, amiben azt írták, hogy ha meg akarlak menteni, akkor keresek egy óriási sárga épületet, vagy sárga tetejű épületet, szóval hát ide jöttem. Fogalmam sincs, hogy vagyok itt, nem tudom, mi történt. Aha, hát az nem jó dolog. Semmire nem emlékszek. Jó, figyelj, valahogy megpróbálok innen kiszabadítani, mondjuk... Jó kérdés, hogy innen hogyan tudnának téged kihozni. Na várjál, mondjuk, amúgy nem azért mondom, de esetleg nem tudom azt megoldani, hogy... De szerintem megbírom oldani. Gyere, gyere, gyere Spongyabob, szabad vagy, gyere nyugodtan. Na, oké. Figyelj, nem azért mondom, de valaki engem villámozott meg, tűzgolyózott meg minden, esetleg... nem tudom, nincs semmi fogalmad arról, hogy ki lehetett ez a személy, aki itt egész végig próbált engem megakadályozni abban, hogy kihozzalak, vagy... esetleg bármi, hú, köszi, hogy segítettél, hálás vagyok. Hát nincs mit, szerintem gyere menjünk innen ki minél gyorsabban, mert talán ott kint, vagy nem tudom, a te házadban talán egy kicsit nagyobb biztonságban vagyunk. Gyere, gyere szépen gyorsan, most már akkor hazakísérlek, és akkor nem lesz azért, vagy nem tudom, hogy talán egy kicsit biztonságosabb lesz neked. Gyere már gyorsabban, lassú vagy, gyere, na, azaz, jössz, na, Spongyabob, ja, írkál nekem, jó, hát akkor... Srácok, akkor most már szerintem azért hazakísérjük Spongyabobot, mert nem akarom, hogy még egyszer elrabolják, meg lehet, hogy oda kéne neki adnom a szettemet, hogy meg tudja magát védeni. Lassíts, el vagyok gyengülve, nem megy olyan... Jó, tessék, adok neked kaját, meg mindent, jó? Ez talán egy kicsikét, meg ópiamát is kapsz, ezek talán segítenek neked. Gyorsan a gyapjút, hogy tudtam kiütni. Jó, gyere, gyere, gyere! Na, gyere szépen, nyugodtan edd be a ópiamát, az segíteni fog. Úgy van, na. Gyere szépen, Spongyabob, merre van a izéd, arra van a házad, jó. Gyors azért hazakísérlek, és szerintem megkapod a diaszettemet, jó? Tehát odaadom a diaszettet, odaadom a kardot, csak hogy direkt azért, hogy kedves legyek, és meg tudom magadat véden, és akkor talán nem lesz gond, és akkor szerintem utána még amúgy, nem tudom, megnézhetünk valami filmet, valami kaját megehetünk, meg ilyenek, de azt már csak videón kívül. Szóval ja, azzal most nem akarom nagyon húzni a nézőknek az idejét. Szépen menjünk be a hátsó ajtón, gyere! Na! Íme, itt is vagyunk, várjál, itt vagy? Na,
itt is vagy, csodálatos, hát figyelj, nem annyira akartam én itt honnának turkálni, de hát ki kell derítenem, hogy mi van veled. Szóval, ja, a diaszettemet odaadom akkor, leszek annyira kedves, mert megkapod ezt is, meg mondjuk az OP almák felét. Leszek ennyire jó fej, hogy meg tud magadat védeni. Nem tudom, ki rabolt el, azt majd ki kell deríteni. Hát, ja, majd ki fogjuk deríteni. Kedves spongyobó, megpróbáljuk, nem akarom, hogy téged is bántson. Nyugi, nyugi spongyobó, meg fogunk téged védeni, de srácok! Hát, meg tudtuk akkor menteni nagyjából spongyobobot. És hát ez nem nagyon sikerült kideríteni, hogy ki volt ez a, nem tudom, valaki, aki elrabolta. De hogyha esetleg akarjátok, hogy kiderítsük, vagy bosszút álljunk, de azért ezer hála, hát szívesen, spongyobob. Szóval, hogyha esetleg akarjátok, hogy kiderítsük, vagy bármi, akkor ugye dobjatok egy lájkot, és írjátok le a komment szekcióba. Találkozunk legközelebb, és még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!